9 óra van, ez itt az ATV híradója. Jó reggelt kívánok! Megkezdődött a Fair Bank rendszer megteremtéséről szóló törvény kidolgozása, mondta Répási Róbert a Kossuth Rádióban. A jogszabályban új alapokra helyezik a fogyasztási kölcsönök folyósításának feltételeit, mert a jelenlegi szabályok mellett a bankok tisztességtelen szerződési gyakorlatot folytattak, mondta az igazságügyi tárca államtitkára. Azt akarják elérni, hogy az ausztriaihoz vagy a németországihoz hasonló fogyasztóvédelmi szabályok vonatkozzanak a Magyarországon működő bankokra is, és ennek érdekében erősítenék a Nemzeti Bank pénzügyi felügyeleti szerepét is. Az államtitkár szerint a tervezet már a jövő heti kormányülésen szóba kerülhet. Kovács László volt uniós biztos szerint annak van a legnagyobb esélye, hogy megkurtítják majd a területeket, amelyekért Navracsics felel. A volt uniós biztos Start című műsorunkban azt mondta, a legvalószínűbb, hogy az uniós állampolgárság témakörét, amelybe beletartoznak a civil szervezetek is, ezt vehetik el tőle. Kovács László szerint egyébként Navracsics személy szerint jól szerepelt, felkészült volt. Nem maga miatt, hanem más okok miatt bukott meg. Az egyik Orbán Viktor politikája. Tehát amit ő kapott, azt mondja, Orbán Viktornak szánták, csak hát nem Orbán Viktor volt ott a meghallgatáson. A másik dolog, hogy a portfóliója, vagy a tárcája pont olyan volt az Orbán kormányban egészen nyárig, hogy a igazságügy miniszterként mindazokért a kérdésekért volt felelős, amelyek feszültséget okoztak itt a médiatörvény, az alaptörvény. A Magyar Villamos Művek helyett a miniszterelnökséghez kerül a paksi atomerőmű bővítéséhez kapcsolódó teljes projekt. Írja a Napi Gazdaság egymástól független, pontosan meg nem nevezett forrásokra hivatkozva. A lap úgy tudja, a végleges döntés az október 16-i közgyűlésen születhet meg. A szakmai felügyelet egyébként már eddig is a miniszterelnökség alá tartozott, mivel idén júliusban kormánybiztos neveztek ki erre a területre Aszódi Attila személyében. A paksi bővítéshez kapcsolódó hatáskörök átrendezésével az MVM újabb kulcsfontosságú területet veszített el, teszi hozzá a Napi Gazdaság. Lemondott Rócsányi László igazságügyi miniszter kabinetfőnöke, mert felmerült a személyes érintettsége a józsefvárosi tűcsere programról szóló levelezés kiszivárogtatása kapcsán. Hajas Barnabás korábban az ombudsmani hivatal munkatársa volt. A Népszava úgy tudja, tőle származhattak azok a kifotózott hivatali levélrészletek, amelyek alapján a Magyar Nemzet sokak szerint lejárató cikkeket közölt Székely László ombudsmanról. Saját pénzéből finanszírozná a KSH szegénységi adatainak közlését az Együtt PM társelnöke. Szabó Tímea szerint elfogadhatatlan, hogy a hivatal állítólag pénzhiány miatt nem teszi közzé az adatokat. A politikus szerint pár ezer forinton nem múlhat az, hogy az emberek tisztán lássanak. Szerinte elképzelhető, hogy azért nem hozták nyilvánosságra az adatokat, mert azok nem tennének jót a Fidesz kampányának. Nagyon gyanús az, hogy esetleg Orbán Viktor utasítására a KSH most a választások előtt nem akarja azt, hogy a nyilvánosság is tudja, hogy a szavazók is tudják, hogy mekkora szegénység van Magyarországon, hogy tavaly óta 100 000-rel nőtt a szegénységben élők száma, és az, hogy az ország egyharmada körülbelül 60 000 forintból él. Betörték az ablaküveget, és azon keresztül akarták kirángatni a kocsiból annak az autónak az utasát, amely elsodort egy 2 éves kisfiút Felső Zsolcán. Az autós azért állt meg, hogy segítsen, de aztán a hozzátartozók támadása miatt elhajtott a helyszínről. A kisfiút már kiengedték a kórházból, csak horzsolásai vannak. Felső Zsolcán megerősített rendőri jelenlétet rendeltek el. Ebolával fertőződött meg egy spanyol ápolónő egy madridi kórházban. Ez volt az első eset, hogy valaki Afrikán kívül kapta el az ebolát, adta hírül a BBC, de arról egyelőre nincs hír, hogyan kaphatta meg a halálos betegséget az ápolónő. Közben 2 magyar szakember Afrikában végzett különböző vizsgálatokat, a fertőzéssel sújtott Guineában egy nemzetközi program részeként. A 2 szakember szerint minimális az esélye a vírus behurcolásának és annak, hogy Magyarországon jár alakuljon ki. Ez volt a híradó, én köszönöm egész reggeli figyelmüket, legyen nagyon kellemes napjuk, de ne felejtsék, délben ismét jelentkezünk híradóval. Viszontlátásra!